A Zsutipe Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület 1996-ban alakult, hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok felkarolására. 2004-ben anyagi ellehetetlenülés miatt a versenyzők szétszélettek, majd néhány éve újra beindult a munka. Azóta egy újabb nemzedék bontogatja szárnyait. Ifjabb Dunai Zsolt a közelmúltban megvédte diákolimpiai bajnoki címét, és meghívót kapott a korosztályos válogatottba. Az utánpótlás magyar kupát megelőzőleg voltunk Óceán kupán, ahol 7 vagy 8 versenyzővel vettünk részt, és több sikerünk lett, 5 ezüstérem és 4 aranyéremmel tértünk haza. Ezt követte sikeresen ifjabb Dunai Zsoltot beválogatták a válogatottba, nagy örömünkre, ez volt egy fő célunk, és Egerben egy román-magyarországi találkozón vettünk részt, ahol sajnos nekünk nem volt külföldi ellenfelünk, csak magyar ellenfelünk volt, de sikeresen helytáltunk és mindkét nap győzelemmel zártuk. És majd ezek után jött az utánpótlás magyar kupa, diákolimpia, ahol hát sikeresen ifjabb Dunai Zsolt megvédte a címét, és immáron kétszeres diákolimpiai bajnok lett. Ugye 2021-es év, és most a 2022-es évet zártuk így egy gyönyörű szép eredményekkel. A következő célállomás az Bornemisza Gergely Nemzetközi Emlékverseny, ami Egerben kerül megrendezésre. Nagyon szűk az időnk. Erre próbálunk minél jobban fölkészülni. Ezt követően Zsoltinak Romániába kell menni a válogatottal, illetve nagyon sok válogatott mérkőzése lesz. Készülünk szeptemberben, Olaszországban fog megrendezésre kerülni az Európa-bajnokság, ez a fő cél. Egy hatalmas nagy eredmény lenne, hogyha ezen részt tudnánk venni. Ifjabb Dunai Zsolt a három generációs boxcsalád legfiatalabb tehetsége. Most a legutóbbi versenyen egy Kócián kupán vettem részt, amely megvertem egy kásis gyereket, akivel háromszor boxoltam. Most a magyar bajnokságon volt a negyedik, négyszer vertem meg. Heti ötször szoktunk edzeni, futások most voltak végig, 5 kilométer körül. Most még a kondira álltam rá, hogy még jobb legyen a kondim, és ez a bajnok. Zsoltinak és az egész csapatnak is rendkívül át kellett variáljuk az edzéstervet, hiszen a kondícióval problémáink voltak, nem csak nála, hanem az egész csapatnál. Technikai tudásban azt gondolom, hogy fölöttébb vannak, mint a kondíció, és ezt kell minden jobban kitoljuk, ezért hosszú távú futásokat terveztünk bele az edzéstervben, ami 7-8 kilométereket tesz ki, és minden második nap ezt megismételjük. Az egyesület motorja Dunai Sándor, aki szívesen emlékszik vissza a múltra, de a jövőbe tekint. Váltás volt az egyesület életében. Dunai Zsolt a személyében, a fiam személyében átvette az elnökségi posztot. Hála jó Istenek, mert hatalmas teher, így jobban eloszlik, és szeretnénk tovább menni az úton. Az edzők, kollégák elmondása szerint azt mondták, hogy kitartás, és meg lesz az eredménye, úgyhogy ezek a terveink.